Határúton ugye elveg már akadálymentes, legalábbis nem egy ott a kettőt léptet törtvás villamos megállóján, úgyhogy ezt fogjuk megkezdni, illetve el megnézni a kormányban kis ilyen futó videóban, legalábbis ezt tudtuk, hogy itt van lépte ugye. Eddig vissza a beadokhoz. Mindjárt meg fogjuk készíteni egyet, hogy hol van. Hát vesz villamosszuk a elejárdóra, ledőjt a utár. És ott van a lép szerintem. Villamoshoz, úgyhogy mindjárt meg is nézzük. Ezt megpróbáljuk snitben felvenni, hogyha lehetséges. És akkor itt van a lift. Ugye. El tudnánk vinni. Szerintem mindjárt jön. Menjünk fel. Szóval lejövünk. Akkor működne a lift. Ide. Akkor nem fogom elvenni. Nem tudom, miért ne akar működni. Hát. Akkor így jártunk. Akkor lépcsen megyünk fel. És akkor nézzük meg liftet. Hát, így jártunk. És akkor van beállítva ez egy kop villamos. És a lift az elveg itt lenne. És akkor még egyszer fel, ha nullát nyom be, akkor egy nehezen zárulnak az ajtók, szerintem. Legalábbis. Nekem nem akar működni ez a lift. Eddig működött, úgy látszik, és nem akar működni. Meg nem még letántadva itt a törzs villamosnál lépik a mobadászvétel. És csak az én aluljába könnyebb felállítani a törzs villamoshoz válthattátok. Mert ha az akadálymentesített, tehát ott kell kezdeni, ezt el tudnak jönni. De a liftig, úgyhogy most negatív tapasztalatomban ez a
mit, amit nem csináltak, hogy már most nem működik, úgyhogy lépkezik el, sajnos. De hát megnézzük ezt, szerintem a blogszerben inkább úgy mondom, köszönhetsz, és megnéztétek, tudjátok, lehet lájkolni, kommentet írni, és itt legközebb videóban majd újra találkozunk, ott van a metróállomás, itt van aluljára, mint újítak, sziasztok!